Most. Kedves közönségünk, mondom a pályán zajló folyamatokat. A versenyzőnek a feladata az volt, hogy először kihajtsa az indítókarából a jószágokat, majd pedig hátul a 9 lukú hidat ábrázoló építmény mögött kell elhajtsa. A pályán egyébként a cseh versenyzőt látjuk, aki Martina Maskirova néven a második versenyzője Csehországnak. Kutyája egy szuka, 8 éves, és bocsánat, 9 éves a kutya, ausztrál kelpi, és egy kan kutyáról van szó. The first competitor, Martina Maskirova from Czech Republic, she is the second competitor with an Australian kelpi, a 9 years old male dog. The first task was to outpair. Now the second task is to get over the 9 on reach. És jó, neked is jó sikerült. Ez a kaptos kérdés,
Kedves közönség, láthatja, hogy az ausztrál kelti, ez a kitűnő adottsággal rendelkező pásztorkutya, milyen szépen dolgozik a felvezető mellett. Eddig nagyon kevés hibaponttal, majdnem talán hibátlanul, ez persze csak a mi véleményem, mert végig az első pályán az idejében is jól gazdálkodik. A bíró 25 perc szintidőt határoztak meg a teljes pályára, és ezen belül kell visszaterelni az országokat az indító korába. A most következő feladat az elég nehéz, mert a versenyző a két póznával jelzett sávon nem mehet túl, csak kutyával meg kell kerültetni a farkával a nád épületet hátul, ami az ászló mögött van. Miközben a bíró kárgus szemekkel néz. Ha a juhok elvaladtak a házon túl, akkor a kutyával vissza is kell hajtatni őket, ugyanoda, ahonnan elindultak. Én azt gondolom, hogy ha tetszik, amit lát a közönség, és sikerül ez a hihetetlen nehéz feladat, mert a felvezető nem mehet, csak a kutya. És a kutyával kell visszahajtatni a jószágokat, a nádházat megkerülve, és mindezt nagyon finom munkával. De egyébként én azt gondolom, hogy eddig, amit látunk, a szívet melengető. Ladies and gentlemen, this Australian Kelpie has a perfect job on the plane. You can see the calm and relaxed bird, which is very nice. Congratulations for the competitor. The task is to get over the house, the reed house, and the competitor cannot cross the line represented by the poles. One pawn has a flag, the other pawn has no sign, and now only the dog can work. This is a very difficult passage that you can see now. Altogether, there are 25 minutes for the competitor to fulfill all the tasks which was determined by the judges. It was started by the outpad, and at the end, the dog and the competitor must return the flock. Altogether, there are 20 sheep in the flock. These are all Hungarian Racka, female, and there are 4 marked sheep in the flock with different colors. And the judge will give a sign at the grazing area, which is represented with these wheat triangles in front of the main building, and they need to catch that one, that single sheep. But right now, the task which was to get over the house, I guess it's finished, and maybe you can clap your hand because it was very nice. Most azt hiszem meg lehet tapsolni a kapazért, hogy kicsit bátorítsuk a versenyzőt, mert amit eddig látunk, az nagyon szép, és egy-egy feladat után szintén jól lehet tapsolni. A Vanyó Sándort szeretném kérni arra, hogy ha a versenyző lemegy, akkor Sanyi légy szíves a kötöző zsinórral a hídnak a drankáit erősít hozzá az oszlopokhoz. Ha hallasz vagyok, Sanyi, akkor légy szíves, majd ezt csináld meg. A következő versenyzőnél már ne essen szét ez a akadály. Úgy látom, hogy ez kimaradt. Most a versenyzőnek azt kell limitálni, mintha valóban ő is egy kortobágyi pásztorember lenne, és a táskájával, a tarisznyával ugye kimegy a legelőre, és majd imitálnia kell, mintha enne. Tehát ő el van foglalva, és ez alatt a kutyának kell vigyázni a nyájra. Eddig gyönyörű szépen csak az történik, amit a felvezető akar. Én azt gondolom, hogy nagyon szép, amit látunk. Hát ez is bizonyítja, hogy több dációval is azért nagyon jó terelőkutyák, nagyon jó terelő tudással rendelkező emberek akarnak. Tehát ez így is volt mindig.
ha látakorlakat, amit tetszik, akkor nyugodtan lehet majd tapsolni, most még egyelőre ne. Várjuk meg még ezen a hídnak nevezett akadályon átvágják a nyugokat. The next task is to get over the bridge. And this is a very calm and relaxed work, what we can see. And it was successful at this point, and I think it's very nice. Nagyon-nagyon gyönyörű a munka, amit látunk. It was a beautiful work, calm, not fast, not slow. And you can see the continuous control above the floor. Most a legeltetési négyszögbe kell behajtani, ami a négy nád kúp közötti terület, itt a fő bírói torony előtt, és ha ott behajtott, akkor 3 percet kell ott töltsen a falkal. El kell mennem oda, ha lement a kutya, ezt a kártyát fel kell vinni, és mehet venni másokat. Hol az a csík? Abi! Lie Azt hiszem, hogy amit a pályán látunk, az magáért beszél. Tessék megnézni, hogy ez a cseh hölgy ezen a kutyával, saját kiképzéssel még jókat falatozik is itt a legeltetés közben. Ugye ez is egy feladat volt. Van bőven pogácsa a baltarisznyába, úgyhogy ezzel is szimuláljuk a legeltetést. De nem is kellett szimulálni, mert a birkák mintha csak tudnák, hogy miért lettek odahajtva. Tessék megnézni. Szerintem a birkák is megérdemelnek egy tapsot. As you can see, the sheep already knows that this is a grazing area. They started to graze. So, and there is time for the shepherd to eat some food, which was in the sack. Her side. A beautiful work, and they must spend here 3 minutes, and this is measured by the judge. Három percet kell ezen a legelő területen tölteni a nyájnak, és a bíró fog ítélni, ha mehet tovább. Thank you.
Megkérném a Pulival és a Pumival ott álló hölgyeket, hogy legyenek szívesek onnan hátra elmenni, köszönöm szépen, mert zavarni fogják, ott lesz feladat a versenyzőknek közel a kerítéshez. Nagyon szépen köszönöm. Lehet nézni a versenyt, csak ott az pont egy rossz pozíció volt. A versenyzőnek most a út mellett kell elhajtania, és már a ideje nagy részét elhasználta, 17 percnél jár a 25-ből, tehát még jó 8 percet, de most már nem olyan sok feladat van hátra, talán azt hiszem kettő. Az egyik a forgalmat szimuláló kocsi mellett elhajtás, aztán a etetővájú mellett való elhajtás, és végül a behajtás. The bell ring said that 5 minutes you have more. More? From the 25 minutes, only 5 minutes what you have now to finish. That's good.
igen, az elhajtás akkor most sikerült, és a kutyával be kell hozatnyálni. Most már kérem Hetzendorfer Istvánt, hogy készüljön, ő lesz a következő versenyző. Bejött, és most a kutyának önállóan kell behozni Falkát a felvezetőnek. Ez azért egy elég nehéz kutatvány, de hát gyönyörű, amit látunk, gyönyörű a híven fut a kutya, nem rongyol be közéjük, és szépen behozza a nyájat, remélhetőleg a felvezetődöt. Sportosak ezek a magyar hortobágyi rackák, tessék nézni, hogy igyekeznek az időt megspórolni a versenyzőnek. Nagyon jó látni, hogy rögtön az első versenyző bizonyítékát adja annak, hogy itt valóban Európa legjobb terelő kutyái léptek a porondra. Én azt gondolom, hogy amit ma itt majd látunk, különböző fajták, azt is bizonyítja, hogy ezek a kutyák valóban erre tervettek, és azt is, hogy lehet őket erre gyönyörűen tanítani, hiszen nagyon remélem, hogy nagyon sok szép élményben lesz majd nézzük, hogy láthatjuk ezeket a kutyákat. Thank you.